Tanúszodát avattak Csíkszentdomokoson. Az Országos Beruházási Társaság támogatásával épült létesítmény 25x12 méteres medencével rendelkezik. A beruházás összértéke közel 14 millió lej volt. Az úsznivágyok jövő héttől vehetik birtokukba. Szóval egy ekkora beruházást itt véghez vinni nem egy könnyű dolog. És ehhez mindenféleképpen kell a helyi közösség kiállása, kitartása és együttműködése. A közösség hozzáállására is szükség volt ahhoz, hogy Csíkszentdomokoson is felépüljön a tanúszoda, mondta beszédében a fejlesztési miniszter. Korábban Gyergyószentmiklóson adtak át hasonló sportlétesítményt. A tervek szerint hamarosan megnyitja kapuit Gyergyóremetén, Borszéken, Székelykeresztúron, Csíkszentkirályon és Nagygalombfalván is. A domokosi létesítmény működtetését az önkormányzat cége végzi majd. Próbálunk picit elmenni az üzleti alapú működtetésben is, mert hogy ezt önkormányzati finanszírozásból teljesen nem, tehát beléptő alapú bérlet mindenféle megszabódik, és akkor úgy lehet belépni. Hangsúly van a gyerekek úszásán, természetesen itt a, reméljük, hogy ősztől a Madarastól fel Balánbányáig a gyerekek tudnak jönni ide úszni, amit mostanáig ugye a Csíki-Csobbanóban voltak és oda jártak. A Csíki medencében közel 10 éve működik a Kori úszi program, melynek keretében önkormányzati támogatással az iskolák szervezésében tanulnak korcsolyázni és úszni az egynégy osztályos gyerekek. Ebbe a programba is be fog csatlakozni az új úszoda. Tény, hogy van egy újabb úszoda és egy épülő, vagy kiírás fázisban van Csíkszentkirályon. Ez azt jelenti, hogy a Csíki medencében további úszodák jönnek létre, és a programban még több gyereket be lehet vonni. Meggyőződésem, hogy az ország egyik legérdekesebb és leghasznosabb programja az, mely a Csíki medencébe folyik, és azzal, hogy Csek Attila kollégámnak, Kelemi Hunor elnök úrnak, illetve Novák Ede kollégámnak köszönhetően újabb beruházások történhetnek a sport infrastruktúrába, az csak azt jelenti, hogy egészségesebb generációk fognak felnőni Csíkban. Az átadási ünnepségen a település vezetői jelképesen az úszoda egy-egy kulcsával is megajándékozták a beruházás létrejöttében feladatot vállaló minisztereket.